Akkor nyergeljetek fel. Mutatok valamit. Amit Jock elkezdett. Olajat keresek a birtokon. Még Ellie néni tiltotta ki innen a fúrókat, ember! Annak már 80 éve, Christopher! Nem volt jogod fúrni ezen a földön. Ewing vagyok. Van rá okom. Csak ma reggel tudtuk meg, hogy olajat találtunk. El is mondta volna neked. Te is benne vagy? A szeizmikus mérések igazolják, és ha pontosak, akkor több milliárdnyi hordó könnyű nyers olajon ülsz, ami magasan a legkeresettebb a piacon. És gazdagabbá tehet, mint valaha voltál, Bobby. Mindent megváltoztat. Rohadtul unom már, hogy ezt a családot mindig csak a pénz érdekli. Pontosan ez az, amit nem akartam elősegíteni. John tudta, hogy nehéz lesz meggyőzni, ezért csak annyit kér, hogy gondold ezt végig. Mind gondolkozzon! Ahhoz, hogy kifizetődjön, le kéne fúrni legalább 2 mérföldre. Szétcseszni a talajt! Nem igaz, hallgass végig, kérlek! Kinyírná a birtokot, Elena! Az olaj a véredben van! Miért próbálod ezt tagadni? Mert leszámoltam az összes méreggel, ami nálunk van. Megígértem anyámnak, hogy South Forkon sosem lesz fúrás. Én meg azt mondom, hogy épp elég sokáig tettünk eleget Ellie néni óhajának. Johnny, többé nem merd előttem az édesanyám nevét a szádra venni. Szégyent hoztál rá. Világosan megmondtam. Eladom South Forkot, és sem fúrás, sem olaj nem lesz, csak alternatív energiák. Engem ne keverj bele, apa! Először is, nem is az apád. Mindenki tudja, hogy eladtak téged, kis szabi gyerek. De sosem leszel Ewing, Christopher. Hagyjátok abba! Christopher! Azt mondtam elég, ebből tűnjél! Higadj le! Ennyi volt. Jegyezd meg egy életre. Az én földemen nem lesz fúrás. Te pedig menj, indulj haza. Mert csak pénzt akar, és hatalmat. A francba is, ő nem tud semmit az olajról, ezt is Elena találta. De várható volt, nem? Csak kihasználja őt, mint gyerekkoromban. Hagyd rájuk, és lépj tovább. Ugyan nem Elena miatt zaklat fel engem. Nem, ez rólam szól. És Johnnyról. Nem kéne most ezért minden erőnkkel harcolni? Nekem nem ér meg egy háborút. Ne engedd, hogy John a fejedbe másszon. Darabokra szedni a családotokat. Hallod? Te okosabb vagy. Igazad van. Még reménykedem a nagybátyámban. Mert erről nem mondok le. A Hearst birtok a legnagyobb működő farm Kaliforniában, Mitch. Az amerikai földfelügyelet tartós tulajdonjogot biztosított mindenkinek, ha nem vállal egyéni fejlesztéseket. Semmilyen fejlesztést a jövőben. És ez az alap. South Fork közel 2-szer akkora, mint Hearst. Ide azért kell némi kreativitás. Nyilván. Elnézést, Mr. Bobby. Igen, Carmen, mi az? A sheriff keresi önt. Hello, Derek. Jöjjön csak. Nagyon sajnálom, Mr. Ewing. De ez a munkám. Semmi baj. Johnny meg akarja vétózni South Fork eladását. Na, ne szórakozzon már! És kérvényezi, hogy vegyék semmisnek anyám végrendeletét. A beszámíthatatlanságára hivatkozva. Ez röhely! Ezek szerint várjak vele. Ne. Inkább keres valakit a felügyeletnél, akinek jó mély zsebe van, Mitch. Ha Johnny csatatérré akarja alakítani a birtokomat, ám legyen. Megkapja tőlem élete háborúját.